Igen. Janovice kamrában vagyunk, és a bányának az egyik legszebb legendája itt kerül bemutatásra, amely magyar vonatkozású. IV. Béla Árpád-házi királynak a lánya. Kinga 3 éves volt, amikor férjhez ígérték a lengyel Szentoméri Boleszláv hercegnek. Kinga kiköltözött egy jó pár évre Lengyelországba, azért, hogy megtanulja a lengyel nyelvet, megismerje az országot és leendő alattvalóit. Nagyon jól tudta, hogy Lengyelországban nagyon sok ásványkincs volt, de abban az időben, amikor ő kijött ide, még nem fedezték fel a kősót. Ezért édesapjától azt kérte, hogy a Máramarosz szigete alatt lévő sóbányát adja neki nász ajándékba. IV. Béla ezt el is ajándékozta neki, és Kinga ellátogatott vőlegényével Máramarosz szigetére, ahol a tőle kapott jegygyűrűjét egy kitermelő aknába dobta bele. Eltelt egy pár év, 12 éves volt, amikor férhez ment, és amikor végre kiköltözött kíséretével jövett Magyarországról, valahol itt Vielicska és Boknya városa között álltak meg egy rövid pihenőre. Hozott magával otthonról 2 magyar bányász. Arra kérte meg a bányászokat, hogy ameddig ő kíséretével pihenni fog, a bányászok kezének egy gödröt ásni. Ezt meg is tették, és a gödörben megtalálták az első kősókönyvöt, és amit itt ezt mutassa is a szobor, ebben a kősókönyvben benne volt a királybánynak a jegygyűrűje. Így a lengyelek ezért is mondják, hogy nagyon szeretik a magyarokat, mert ugye a sót Kinga királylány jegygyűrűje hozta Máramarosz szigete alól ide Lengyelország alá. Gyönyörű legenda, és mi nagyon boldogok is vagyunk, hogy ez mondjuk így történt. De a sónak a kialakulása ez egy 20 millió éves folyamat volt. És egy teljesen véletlen szerencse kötötte össze a 2 dolgot, mert ugye a kősót évek óta keresték, és pontosan hát szerencséje volt a magyaroknak, hogy a magyar királynő volt az, aki ugye pont a bányászat megkérte arra is az első kősótömböt, ők találták meg 1278-ban. Erre mondják, hogy jókor volt jó. Igen.